akkor tűntél fel, amikor ölt egy nyakkendőben volt, de kijött egy fiú, és megkérdeztem a kolléganőmet, hogy ki ez a srác, aztán mondta, hogy nem tűnt fel, hogy egész nap itt volt. De cuki öltönybe. Ja, hát igen. Az öltönyös melegítő. Pasik a gyengém. Ennyi, úgyhogy vedd le. Végkövettem, ahogy ő sminkessé vált. Nem voltak részek bulis sminkek? Egyáltalán nem. Sosem voltam az Life has begun from this moment. You are the one right beside you is where I belong. Hogy kinyitottátok már a felsőt? Nem, akkor most az a... Komolyan. From this moment I have been blessed. I live on the your happiness and Fiona, I'd give my last breath from this moment on. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. Sok boldogságot az a világot! Szeretetem és hűségem kerül. Kicsit húzd meg az eltakon a bolnámmal. Mindeniket. Szeretetem. Kicsit. Ő a leendő feleségem, és nagyon-nagyon sok évtizedet szeretnék még vele együtt boldogságban leélni. Ő pedig jött a fényképezőjével fotózni egy rendezvényt, amit én szerveztem, és aztán ez lett belőle. Mentem a kis mappámmal ki a szálloda hajjából, dolgoztam. Szervezni, rendezni a dolgokat ott, ahogy ez szokott lenni. És aztán... hoppá, mondom, basszus, milyen jó csaj. És
ott állt ő a kis piros kis trikójában, fényképezőgéppel a nyakában. És mondom, basszus, hogy ilyen hosszas lányok vannak, lehet, hogy akkor még itt egyszer-kétszer eljövök, és itt úgy csinál, mint a dolgoznék. Szeretem a Flórit! Aztán szóba elegyedtünk, és hát aztán meghívtam a szállodában, persze, leszóltam a kollégáknak az étteremben, hogy lenne egy nagyon csinos hölgy, akinek minden kívánsága teljesítsék, én állom, bármi legyen az. És aztán az est folyamán ugye én nekem hivatalból kellett egy-két pohárkával meginni ott a tős vendégekkel, úgyhogy oldattuk a hangulatot, aztán megjött a bátorságom, és oda mentem hozzá, és megszólítottam, és megpróbáltam nem csak a munkáról beszélni. Hát és amint látjuk, ez bejött, úgyhogy bejött, és élvezem ennek a gyümölcsét, imádom, szeretem, és kitartok mellette, ameddig csak élek. Touch every place in my heart. Nagyon jó. The first time, every time. Hát a mi történetünk az, én úgy gondolom, hogy nem mindennapi. Ugyanis 3 éve élünk boldog kapcsolatban, de 6 évvel ezelőtt... Ti is, meg mi is. Ti is, meg mi is. De 6 évvel ezelőtt találkoztunk. Én Londonból jöttem haza, amikor találkoztunk, egy estére együtt vacsoráztunk. Aztán rá fél évre pedig hazaköltöztem, és akkor beteljesedett ez a szerelem első látásra. Azóta is hatás alatt vagyok. Majd rá 3 hónapra kiköltöztünk Svájcba, és hát itt kezdődött minden a közös életünket illetően. Megtaláltam életem párját, és ő az, akit feleségül fogok venni, ugye? Igen. Ha igent mondok. Ez majd holnap kiderül. Hónapra a megismerkedésünk után, vagy hát 6 hónappal. A nyaralás úgy indult, hogy ömlött az eső egy hétig. Aztán az egyik nap, amikor elállt az eső, akkor kimentünk a strandra. Majd én visszamentem a kis motyónkhoz, hogy igyak, amikor ő rámordított, hogy mit csinálok. Hát igen, mert várj egy kicsit, mert ugye onnan indult a történet, és hát hova tegyem a gyűrűt? Hát tegyem be a gyűrűt a nagybőrönbe, hát az nem jó, mert mivel hogyha elveszik a csomag. Tehát akkor lőtt a lánykérésnek, egy kézipodgyászunk volt, abba hova tegyem? Tudni, hogy észre fogja venni. Az első 3-4 nap én csak a gyűrűvel foglalkozom. Az zokniba tett ebből a másik zsebben, a nagy táska, kis táskám egyik zseb. Ugye Martinik sziget, Karib-tenger. Ja, hát nem is beszélve arról, hogy kiértünk. 4 napig szakadt az eső. Évek óta nem esik. Első 4 nap szakad a eső, mondták, hogy ilyet még nem láttak, mindegy. Sírás rívás volt, hogy hát kijöttünk a világ másik végére, és még a napot se tudjuk élvezni. Nem a legjobb időpont a lánykérésre, mert akkor tuti nevet mond. Végre megjött a nap. Nem, először megkérted a kezem. Ja, hogy nem. De először megkérte a kezem, és utána kisütött a nap. Jó, igen, de... Mikor már nem esett, de még felhős volt. Mentem a kis táska felé, és ordított rám, hogy mit csinálsz, én meg mondtam, hogy csak inni szeretnék, semmi más. Ugyanis szívecskéket rajzoltunk a homokba, amikor egyszer csak ott állt előttem egy gyűrűvel. Csak meglepett, mert 6 hónap telt el a megismerkedésünk óta, és nem is gondolkodtam a válaszot. Ez most komoly. Hanem? Ne szóra, még jó, hogy komoly. Csempészem a gyűrűt. Ez most komoly. Hát most válasz. És aztán csak jött egy igen. Ja, hát és a svájci csoki. Tehát svájci minden csoki. Mennyiségben. Igen. 2 szerelme van. Az első a svájci csoki, a második végként. Ez kemény nap volt. Kemény nap volt, de túléltük. Mindent a jelenlévőkért, mindent a vendégekért, meg hát miért? Miért? Hogy legyen valami az utókornak is. Hát legalább egy-két jó fotó, meg egy kis pár perces videó, az biztos, hogy sikerült azért ebből a fél napból. És holnap esküvő, így van. Most megyünk, nagyon csúnyán leisszuk magunkat. Már csak ez maradt, alig élünk. Aztán holnap indul a mandula, mindenkit várunk szeretettel is. Szerintem, mikor ti ezt a videót nézitek, már túl leszünk egy nagyon nagy bulin. Úgyhogy, amit pedig veletek fogunk megünnepelni.
rock and roll. Seek it out and ye shall find the old, but I'm not that old, young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Köszönni mindenkelőtt, hogy itt voltatok ma, a mai napon velünk. És velünk ünnepeltetek, és egy nagyot bulisztatok. Tartson meg benneteket a Jóisten előben, egészségben. Csókolunk, puszilunk benneteket, és örülünk, és minden és jót. Köszönjük. És köszönjük. Sziasztok.